Szeptembertől 100 000 gyereken kísérletezik majd a kormány az LMP szerint. Ekkor ugyanis minősítés nélküli tankönyvek kerülnek a diákok felének a kezébe. Az ellenzéki párt képviselője kijelentette, alapos szakmai munka alapján létrehozott, és a korábbinál legalább nem rosszabb tankönyvekre lenne szükség. Ráadásul az LMP szerint a nemzeti alaptanterven is változtatni kellene. Nem voltak ilyen nagyságrendű problémák. Megkerülhetik a hosszas akkreditációs folyamatot azok a kiadványok, amelyeket kísérleti tankönyveknek nevez az oktatási kormányzat. Ennek ellenére Ikoti Tisván szerint ezekből a tankönyvekből 1500 iskolában oktatnak majd szeptembertől. Véletlenül sem mertük még legrosszabb lémálmunkba se gondolni azt, hogy egy kísérleti tankönyv az mindenféle ellenőrzés nélkül úgy kerül a diákok, a diákjaink felének a kezébe, hogy nem kerül ellenőrzésre. A márciusban alakult és a döntés előkészítésért felelős Nemzeti Tankönyvtanácsnak már lemondott az elnöke és egy másik tagja, akit nem a kormány delegált. Ikoti István ezt is szóvá tette. Az ismert Tia Tamás kivonult ebből a testületből. Tia Tamás fizikus nem kívánt nyilatkozni híradónknak. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat honlapján közzétett véleménye szerint néhány kísérleti tankönyv jobbakat fog kiszorítani a közoktatásból. Nem akart osztozni a felelősségben. A könyvek egyébként uniós támogatással készültek 4,6 milliárd forintból. A történelem tanárok egylete azon is csodálkozik, miért nem vonták be a civil szakértőket az uniós projektbe. Azt gondolom, hogy ez különösen érdekes abban az esetben, hogyha Európai Uniós forrásból történik a támogatás. Az Európai Unió értelemszerűen fontosnak tartja a civil szervezetek, az NGO-k bevonását. Úgy tűnik, ez Magyarországon nem így történik. A szaktárca egy korábbi háttéranyagot küldött válaszul. Eszerint az új kísérleti tankönyvek végső változatának elkészítése a pedagógusok, diákok és szülők véleményeinek érdemi és meghatározó figyelembevételével történik majd. Közben a Kelló már postázni kezdte a jövő tanévre szóló tankönyvcsekkeket. Augusztus 15-e a befizetési határidő.